Személy szerint nagyon várom a mérkőzést, hiszen biztos, hogy elég sok néző előtt fogjuk játszani a mérkőzést. Biztos, hogy sok Ferencváros szurkoló kíséri el őket, de úgy érzem, hogy a mi részünkről is most többen lesznek talán, mint amint általában szoktak. Hát a helyezésünk, a harmadik hely az egyelőre, úgy érzem, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem megérdemelt, hiszen jó csapatok ellen viszonylag elég sok pontot tudtunk szerezni. Tehát nagyon elégedett vagyok vele, őszintén szóval egy kicsit meglepetés volt számomra ez, hogy bajnokságnak ezen a részén, ebben a harmadik helyen állunk, és ráadásul elég magabiztosan is, tehát 4 ponttal vagyunk a negyedik helyzet előtt, úgyhogy hát nagyon szeretnénk. Most jönnek ugye 3 olyan mérkőzés jön, ahol tényleg nagyjából kiderül, hogy ez a csapat tényleg alkalmas arra, hogy a dobogó közelében legyen, de most természetesen csak a Fradival foglalkozunk szintén, szóval láttam a győrelmi mérkőzésüket. Hát rég láttam ilyen jó Fradit, azt meg kell mondanom. Minél több nagyobb létszámban segítsenek minket, és amennyire lehet, kiabálják túl a Fradi szurkolókat. Reméljük, hogy erre mi is segítséget tudunk nyújtani, hiszen hogyha jó eredmény alakul, akkor azért elcsendesedik talán a Fradi tábor, és az MTK szurkolók hangját szeretnénk hallani az egész mérkőzés alatt, úgyhogy ebben biztos, hogy nekünk is szerepünk van, de hozzátartozik tényleg, hogy egy ilyen kiki mérkőzésen azért a szurkolóink segítségre azért nagyon nagy szükségünk van. Hát biztos egy nagyon harcos mérkőzés lesz, tehát ők fizikálisan, ahogy láttam, nagyon erősek, nagyon ezt a letámadást hihetetlen jól alkalmazták, a Győr igazából talán fél pályát se tudta átlépni az 1-0-es vezetésük után, ugye ott kellett védekezniük a saját kapujuk előtt, de viszont ennek a másik része az, hogyha minket is ugyanígy letámad a Fradi, akkor azért van egy félpályányi terület, tehát hogyha mi ki tudjuk hozni jól a labdát, akkor elő a gyors játékosainkkal azért tudunk veszélyt teremteni, ezt véleményem szerint a Fradi kapuja előtt, de biztos, hogy egy nagyon harcos meccs lesz, hiszen egy örök rangadóhoz méltó mérkőzést várok én őszintén szólva. Igen, a Ferencvárosnak ugye Szomália révén szerintem az ország magasan leggyorsabb játékosával rendelkezik. Hát egyértelmű, hogy nem szabad hatalmas területeket hagyni nekik, hiszen nálunk is vannak gyors védők, de sajnos ez nem sok ember tudja felvenni a lépést az ilyen hihetetlen gyors emberrel, mint a Szomália például. Tehát nekünk tényleg nagyon egységesen jól kell védekeznünk. És úgy érzem, a Ferencváros védők nagyon, nagyon jók, tehát kemények, ütősek, jól fejelnek, de viszont a földön és gyorsaságban verhetők, tehát nálunk is ugyanez a helyzet, hogyha ők területet hagynak nekünk, akkor mi is érvényre tudjuk juttatni ugyanezt a gyorsaságunkat. Tehát azért mondom, hogy nagyon érdekes mérkőzés kerekedhet ki ebből. Több ilyen mérkőzésre léptem pályára. Azt hozzá kell tennem, hogy elég rég nyertünk a Fradi ellen, úgyhogy ez bennem van. Már ugye, hogy közeledett az a mérkőzés, már visszaemlékezve, nem is emlékszem pontosan, hogy mikor nyertünk utoljára a Fradi ellen. Ugye ők 3 évet MB2-ben voltak, amíg én itt játszottam, meg mi is voltunk 1 évet MB2-ben. Több évig sérült voltam, tehát elég sok meccset kihagytam én sajnos. De elég rég volt az, hogy nyerni tudtunk. Idegenben én még nem is nyertem a Fradi pályán, de itt van egy győzelem már volt, vagy 2. Úgyhogy nem bővelkedünk győzelmekben, úgyhogy tényleg itt lenne az ideje, talán a legjobbkor lenne ez a győzelem, hiszen tényleg nagyon fontos lenne, hogy megszilárdítsuk a helyünket a 3. helyen.